az Európai Unióval való összehasonlításokat fogok önöknek mutatni a idősödés folyamatáról. Eleinte bemutatom ezt a kutatást, hogy miről is van szó, és utána nagyon sok ábrával készültem, ahol Magyarországot fogjuk összehasonlítani Európa többi országával. Tehát mi is ez a kutatás? Előfordulhat, hogy van, aki önök közül hallott erről, de kicsi a valószínűsége, de nem lehetetlen. Ez a úgynevezett angol neve van, ez az angol rövidítés, a SHARE-nek ejtjük ki. Egyszer elmondom az angol nevét, utána magyarul fogok beszélni, ez a Survey of Health Aging and Retirement in Europe, ott van angol, tehát ez magyarul úgy szoktuk fordítani, hogy a egészség, nyugdíj és idősödés Európában. Ez a kutatás, ez egy kérdéves felméréseket folytatunk ennek keretében a 50 év feletti lakosság körében. És azért mondtam, hogy lehet, hogy valamelyikük hallott róla, hogyha van önök között 50 év feletti, úgy látom, hogy fiatalok, úgyhogy nincs, de hogyha lenne önök között 50 év feletti, akkor egy előfordulhat, hogy te véletlenszerűen adja nekünk a belügyminisztérium a címlistát, hogy kiket keressünk meg, tehát ez egy teljesen véletlen minta, és előfordulhat, hogy pont megtaláltad, de bizonyosan ez egy kis minta, tehát ezért ennek kicsi a valószínűsége. Ez a adatfelvétel, vagy kérdőív, ez egységes Európa szerte. Tehát Európa most már majdnem összes országában ugyanazokat a kérdéseket teszik fel, értelemszerűen Magyarországon magyarul, Németországban németül, de a kérdések tartalma az ugyanaz, és az így keletkező adatokat aztán össze tudjuk hasonlítani országok között, és így tudunk egy átfogó képet kapni arról, hogy hogyan idősödik a társadalom Európában, hogyan hasonlít Magyarország ebből a szempontból a többi országhoz. Ez az egész projekt, ez a SHARE nevű projekt, vagy adatfelvétel, ez 2004-ben indult, most már körülbelül 10 ország részvételével, tehát alapvetően ez egy nyugat-európai projektként indult, 10 nyugat-európai ország úgy döntött, hogy ők szeretnék megismerni, hogy hogyan idősödik a lakosságuk, és akkor kidolgozzák ezt a kérdőívet. Hát akkor Magyarország még nem volt része ennek a adatfelvételnek. Magyarországnak viszont sikerült 2011-ben csatlakozni, és az fontos tudni, hogy megpróbáljuk két évente után követni a válaszadóinkat, tehát hogy akit megkérdeztünk 2011-ben, ugyanőt megpróbáljuk két év múlva is megkérdezni, és megint két év múlva, tehát két évente van adatfelvétel, tehát megpróbáljuk őket után követni. Nagy bánatunk nekünk, kutatóknak, hogy 2011-ben volt egy nagyon sikeres adatfelvétel, aztán 2013-ban és 2015-ben nem történt semmi, mert nem sikerült pénzt szereznünk a kutatásra, és hát ez a adatainknak a minőségét azért befolyásolta, mert nem tudtuk így után követni a válaszadóinkat. 2017-re sikerült ismét finanszírozást szerezni, az állami finanszírozású kutatás, és nagyon örülünk, hogy azóta két évente sikerül ismét adatot gyűjteni, tehát ezt a kérdéves felmérést elvégezni, tehát volt 2017-ben, 2019-ben, aztán 2021, az akkor egy kicsit furcsa volt, elmondom, a koronavírus miatt, de most is éppen zajlik, vagy befejező félben van egy adatfelvételünk, tehát bízunk benne, hogy Magyarország most már stabil részesévé válik ennek a projektnek. És erre az ábra, hogy azért tettem ide, hogy legyen egy ilyen színes ábra, nem is látszódik belőle semmi, csak azt illusztrálja, hogy mi történt aztán, amikor beütött a koronavírus. És ez miért volt nekünk fontos, mint kutatóknak, ez a SHARE kutatóknak? Azért volt fontos, mert alapvetően ez a SHARE adatfelvétel, ez úgy néz ki, hogy a kérdező biztos kimegy a megadott címekre. Tehát mi a belügyminisztériumban megkapjuk a címlistát, tehát ez Magyarország esetében 2000-3000 fő közötti címlista. Persze nagyon szigorú adatvédelmi követelményeknek kell megfelelnünk, de most csak leegyszerűsítve mondom, hogy akkor ezt a címlistát mi felosztjuk a kérdező biztosok között, és akkor mindenkinek van egy 20-30 fős címlistája, akikhez ki kell mennie, tehát előzetesen, hogyha tudjak, a telefonfelkeresőket, tájékoztató levelet küldünk, stb., hogy ne váratlanul érje a potenciális válaszadónkat a felkeresés, de az fontos, hogy ez személyesen történik, ez adatfelvétel. Egyrészt azért, mert ez egy viszonylag hosszú kérdőív, tehát egy-másfél órás beszélgetés ez a kérdező biztos és a válaszadó között. Másrészt pedig van benne néhány mérés is, tehát olyan jellegű mérés, hogy megkérjük a válaszadót, hogyha a szobamérete engedi, hogy akkor még körülbelül egy 5 métert vagy 10 métert sétáljon, és akkor ezt a kérdező biztos feljegyzi, hogy
hogy tud, tehát egyáltalán föl tud-e kelni, vagy ágyhoz kötött betege, vagy ha fel tud menni, akkor mondjuk bolt vagy járókeret nélkül tud-e sétálni, vagy sem. Tehát ilyen jellegű mérések, hát ez csak személyesen lehet. Aztán jött 2020-ban a koronavírus, amikor pont egy adatfelvételi hullámban voltunk benne, és hát ez teljesen értelmszerű, hogy amikor nagy volt a fertőzés veszély, akkor azt nem engedhettük meg, hogy a kérdező biztosok bemenjenek, főleg idős embereknek a otthonába, és hát ez nem csak Magyarországot érintett, hanem egész Európát. Tehát akkor itt van egy piros stopptábla, ez 2020-ban volt, hogy stopp, akkor azt mondta, hát ez német központú kutatás, de minden ország azt mondta, hogy ez nem lehet tovább, le kell állítanunk a kutatást, és akkor kezdeti pánik után, akkor ebből a nehézségből próbáltunk előnyt kovácsolni, és gyorsan átálltunk jobb ilyen egy telefonos kérdőívre, tehát átdolgoztuk a kérdőívet, nyilván amit muszáj volt kivenni, azt kivettük belőle, koronavírushoz kapcsolódó kérdéseket viszont betettünk, és akkor létrehoztunk egy telefonos kérdőívet, amiből aztán kettő adatfelvételi hullámot is végrehajthatunk, tehát 2020 nyarán és 2021 nyarán telefonon kerestük fel a válaszadóinkat, és kérdeztük meg a koronavírushoz kapcsolódó tapasztalataikról, élményeikről, nehézségeikről, stb. És ennek viszont az Európai Bizottságot, már Európai Uniós zászlót közepén, Európai Bizottság nagyon örült, mert nagyon hamar tudtunk adatot szolgáltatni arról, hogy az idősödő népességet hogyan érintette a koronavírus, úgyhogy akkor finanszírozták is a kutatásunkat, hogy az mindig fontos, hogy legyen finanszírozása az adatfelvételhez. És viszont tehát volt két ilyen telefonos adatfelvétel, és akkor most jutottunk el oda, hogy vissza tudtunk térni a személyes megkereséshez, mert ahogy mondtam, azért az fontos, hogy négy szemközt legyen a beszélgetés, és a bizonyos méréseket el tudjunk végezni. Tehát ez a SER-nek a története, és akkor a utolsó ilyen nemzetközi ábráim. Az első ábra, ez azt mutatja, hogy ez a kutatók, hogy hány kutató használja ezeket az adatokat, tehát 2005-től lehet használni, és hát azt látják, hogy ez egy ilyen meredeken fölfelé ívelő görbe, tehát most már több mint 13 ezer kutató, tehát ezek tényleg valami kutatási célra felhasználója van ezeknek az adatoknak, tehát ez nagyon, nagyon hasznos, nagyon népszerű adatok, mert nagyon sok mindent tanulhatunk róla az idősödő lakosságról, ez a jobb oldalábra az talán kevésbé érdekes, de ez a publikációknak a száma, tehát most a több mint 3 ezer tanulmány jelent meg ezek az adatok alapján. És tehát tényleg ismét nem önmagamat, de hogy az fontos, hogy tényleg egész Európát most már össze lehet hasonlítani ezekkel az adatokkal. Tehát ennyit szerettem volna egy röviden erről a kutatásról egy felvezetőként mondani, és akkor innentől kezdve csak ábrák lesznek, és ezek már magyarul lesznek, és Magyarországot fogjuk összehasonlítani többi országgal. Tehát ebben az adatbázisban, vagy hát ebben a kutatásban nagyon sok témát érintünk. Tehát én nekem most van egy szűk 40 percem van még önöknek bemutatni eredményeket, vagy 35 percem, de nyilván minden témára nem tudok kitérni. Hát próbáltam úgy válogatni témakörüket, hogy azért az adatoknak a sokféleségét önök is láthassák, és olyan kérdéseket próbáltam hozni, amiket viszonylag könnyebb így, csak úgy kiemelve önmagában is értelmezni. És azt szeretném kérni, tehát ez nem egy interaktív előadás, tehát nem, most nem beszélgetünk, de ennek ellenére azt szeretném kérni, hogy mindegyiküktől, hogy amikor így mutatom ezeket a kérdéseket, akkor nyugodtan gondolják át, hogy önök hogyan válaszolnának egy ilyen jellegű kérdésre, és hogy hol helyezkedne itt ezekben a statisztikákban. Tehát az előadásom hátralévő részben mindig, amikor ilyen zöld oszlopokat látnak, az Magyarországra vonatkozik, tehát ez is Magyarországra vonatkozik. Az, hogy éppen melyik adatfelvételi hullámból származnak az adatok, az attól függ, hogy éppen mikor voltak adatok, de mindig igyekeztem a legfrissebb adatokat hozni. Hát itt ez éppen 2017-es adat lesz. Ebben a kérdésben, amit most önöknek mutatok, az volt a kérdés, hogy egy 0-tól 10-ig terjedő skálán, ahol a 0 azt jelenti, hogy teljesen elégedetlen, 10 azt jelenti, hogy teljesen elégedett, mennyire elégedett ön az életével, úgy általában. És ilyenkor vissza lehet persze kérdezni a kérdező biztosra, akinek vannak nagyon részletes instrukciói, hogy akkor ez alatt mit is értünk, tehát ez alatt egy általános elégedettséget kérünk. És akkor Magyarországon itt kirajzoltam, hogy ezek a százalékok, és azt látjuk, hogy a többség ezen a skálán a
Hát itt a 5-ös és a 8-as közötti értéket jelölte be, tehát ez valahogy azt jelenti, hogy azért úgy, ahogy elégedettek a magyar 50 év feletti emberek az életükkel. És aminek azért örülhetünk, hogy azért nagyon, nagyon kevesen mondták azt, hogy 0, 1 vagy 2, tehát nagyon kevesen mondták azt, hogy teljesen elégedetlenek lennének. Na, akkor most egy összehasonlítás, tehát itt is akkor ez a zöld ábra, amit látnak, ez ugyanaz, mint ami az előző ábrán volt, csak kicsinyítve. És akkor itt az első összehasonlítás az Ausztriát. Ausztriát szeretjük így összehasonlításként használni, mert itt van mellettünk, és azt gondoljuk, hogy sok mindenben jó lenne, hogyha utolérnénk Ausztriát. És nézzük meg, hogy egyáltalán érdemes utolérnünk Ausztriát. Tehát ugyanaz a kérdés. Itt azt látjuk, hogy Ausztriában, tehát a skálának igazából nincsen jelentősége, tehát te csak így a mintázatokat nézzük. Tehát azt látjuk, hogy Ausztriában azért magasabb arányban mondanak 8, 9 és 10-es értéket, tehát ez azt jelenti, hogy teljesen elégedett. Tehát, hogyha megnézzük jobban, akkor majdnem 30% Ausztriában azt mondja, hogy teljesen elégedett az életével, míg Magyarországon ez csak olyan 10-15% közötti. Tehát itt látszik, hogy azért van egyfajta lemaradás, de azért ez nem tűnik olyan drasztikusnak. A második típus összehasonlítás az meg Európára vonatkozó, hát ez ilyen kékes-lilás színnel hoztam mindig ezeket az Európára vonatkozó ábrákat. Az egyik figyelembe, hogy Európa az most szinte egész Európát lefedi, tehát ez nem csak Nyugat-Európa, hanem Kelet-Európa is. Tehát benne van Magyarország is, benne van Románia, Bulgária, Horvátország, Lengyelország, tehát kelet-európai országok is, Lettország, Litvánia, Észtország, balti országok is, és benne vannak, tehát hogy ne a fejlett nyugatra, de ne a nyugati országokra gondolnak, hanem tényleg a közelítőleg a teljes Európára. És az látszik, hogy itt igazából nincs olyan nagy áttérés Magyarország és Európa között. Tehát egy kicsit többen mondják Magyarországon ezt a közepes elégedettséget, kicsit kevesebben úgy általában Európában, de azért annyira nem tűnik ez eltérőnek az európai átlagoktól. És akkor van egy utolsó típusú ábra, ez az a legbonyolultabb ábra, de megpróbálom elmondani, mire figyeljenek az ilyen típusú ábrán. Tehát ez csak Magyarországra vonatkozik, de megbontottam korcsoportok szerint a válaszadóinkat, tehát van 50-től 64 évesek, 65-től 74 éves válaszadóink és a 75 év feletti válaszadóink. Ők viszont kevesebben vannak, és ugyanezt a kérdést megnéztem, hogyan oszlanak meg a válaszaik. Tehát ez a lila oszlop, vagy kékes lila oszlop itt mindig alacsonyabb lesz, mert kevesebb a 75 év feletti válaszadónk. De alapvetően az látszik, hogy olyan drasztikus eltérés nincsen a mintázatokban, tehát nem látjuk azt, hogy mondjuk idősödéssel itt sokan megjelennek a 0, 1, 2, 3-as válasz környékén, vagy a tízesek eltűnnének, tehát ahogy idősödnek a válaszadóink, nem látjuk azt, hogy rettenetesen megváltozna az életükkel való elégedettség, ami alapvetően szintén egy örvendetes tény. Na, akkor van egy másik típusú kérdés, ez is így az általános kérdéscsoportba tartozik, hogy ítélik meg az életüket a 50 év feletti emberek. Azt kérdezzük, hogy milyen gyakran érzi úgy, hogy a jövője biztató, és egy négy válasz lehetőség van, az, hogy gyakran, néha, ritkán és soha. Tehát ezek közül kell válaszolni. Természetesen mindig mondhatja azt a válaszadó, hogy ő erre nem szeretne válaszolni, és akkor tovább lép a kérdező. Biztos, de általában az ilyen típusú kérdésekre szívesen válaszolnak a válaszadók, mert ezek nem olyan érzékeny kérdések. Na hát itt van mindenféle válasz, tehát ugye annak örülnénk, hogyha azt mondanák, hogy gyakran érzik, úgyhogy a jövőjük biztató, hát sajnos csak 20% mondja azt, és hát majdnem ugyanannyian mondják azt, hogy soha nem érzik biztatónak a jövőjüket. Tehát ez azért nem annyira örvendetes ez az eloszlás. És hogy néz ki az Ausztriában? Hát ott azért nagyon más a mintázat. Tehát látják, hogy Ausztriában a válaszadóknak majdnem a fele azt mondja, hogy gyakran érzi azt, hogy a jövője biztató, és nagyon kevesen, tehát kb. 5% mondja azt, hogy soha nem érzi biztatónak a jövőjét. Ugye Magyarországon ez háromszoros az arány. Tehát itt is látszik, hogy ez az általános jólét, ez azért Ausztriában az idősek körében is magasabb.
És mert hogyha egész Európához hasonlítunk, akkor azért nincsen olyan nagyon erős eltérés, de azért ott is látszódik, hogy az egész Európában azért kevesebben mondják arányaiban azt, hogy sohasem érzik azt, hogy biztató lenne a jövőjük, és nagyobb arányban mondják azt, hogy gyakran érzik biztatónak a jövőjüket. Hát itt azért Magyarországon van egyfajta lemaradás, hogy a jövőképet illetően, és hát ezt is megbontottam életkorok, korcsoportok szerint. Itt azért az látszik, hogy a legidősebbek, tehát 70 év felettiek kisebb arányban mondják azt, hogy gyakran éreznék a jövőjüket biztatónak. Tehát ez lehet egészségromlásnak is a következmény, hogy emlékezzen, tehát amikor azt kérdeztük, hogy mennyire elégedett az életükkel, akkor nincsen jelentős eltérés az idősödéssel összefüggésben, de amikor azt kérdezik, hogy a jövőképük az mennyire pozitív, tehát mennyire érzik biztatónak a jövőjüket, akkor azért már a legidősebbek kevésbé bizakodók, és hát tényleg ez lehet a romló egészségnek a következménye. És akkor térünk is át az egészségi állapotra, hát erre rengeteg kérdésünk van az adatbázisban. Most csak egy általános kérdés, ez igazából csak a bevezető kérdés, hogy akkor megkérdezik a válaszadóinkat, hogy ő hogy érzi, milyen az egészségi állapot. És akkor ebbe bele lehet érteni mindent. Tehát itt nem segít a kérdező biztos, tehát bele lehet érteni mentális egészséget és fizikális egészséget. Tehát te mindent, ahogy a válaszadó érzi az egészségi állapotát, és akkor itt 5 válasz lehetőség van, ez a kitűnő, nagyon jó, elfogadható, gyenge, és hát az látszik, hogy sajnos azért meglehetősen kevesen mondják azt, hogy kitűnő lenne az egészségi állapotuk, nagyon jó is, csak 10%-ban fordul elő, és jelenleg a jó, elfogadható, gyenge válaszokat kapjuk. Hogy most nem tudom, hogy ennek örüljünk-e, vagy ez inkább kár öröm, de Ausztriában nagyon hasonló a kép. Hát kicsit többen mondják ott arányaiban azt, hogy nagyon jó az egészségük, de ott is azért kevesen mondják azt, hogy kitűnően az egészségük, a gyenge egészséget is viszont sokan mondják. Tehát az általános egészséget illetően ez egy leegyszerűsített kérdés, de itt úgy látjuk, hogy nincsen óriási eltérés a Ausztriához képest. Hogyha Európához hasonlítom, akkor meg szinte ugyanaz, mint tehát kisebb eltérések azért vannak, de hogy a mintázatot nézzük, akkor úgy ugyanannak tűnik. Tehát az általánosan megítélt egészség, ez a 50 év feletti lakosságban ez nagyon hasonló Magyarország és Európa között. És hát hogyha életkorok szerint nézzük, akkor azért azt látjuk, amit várhatunk, tehát hogy a kitűnő vagy nagyon jó választ, a legidősebb, tehát ez a kékes lila szín, azt nagyon kevesen mondják a 75 év feletti körében, és az, hogy gyenge lenne az egészségük, azt viszont többen mondják a 75 év feletti körében, tehát ez tényleg a természetes idősödési folyamata, a gyengülő egészség, tehát ez ebben azért nincsen meglepő. Beszéltünk akkor most az általános jólétről, egészségről, ugye a következő kérdés az, hogy hogy vannak a pénzügyi lehetőségeink. Itt is van sok kérdésünk, tehát próbálnak aztán a kérdőív keretében, vagy próbálunk belemenni így a részletekbe, de ugye ez nagyon nehéz, hogy pontos jövedelem vagy vagyoni helyzetről információt szerezni, ugye sokan erre nem is szívesen válaszolnak, hogyha válaszolnak is, akkor is sok a hiba a válaszokban, úgyhogy emiatt szeretjük megnézni az ilyen általános, egyszerűbben megválaszolható kérdéseket. Tehát van egy ilyen kérdés, amit egyébként szerintem elég nehéz megválaszolni, de erre sokan, tehát a nagy többség azért szokott válaszolni, hogy az ön háztartása hogyan jön ki a pénzéből. És 4 válasz lehetőségünk van, hogy nagyon nehezen, nehézségekkel, viszonylag könnyen. Hát ez igaz, hogy mennyire van a pénzügyi nehézségeik. És hát azt látjuk, hogy itt azért majdnem 60% azt mondta, hogy vannak nehézségeik. Érdekes akkor itt is megnézni Ausztriával az összehasonlítást, de hát itt azért erős a különbség. De látjuk, hogy Ausztriában a válaszadók majdnem fele azt mondja, hogy ő könnyen kijön. Tehát igaz, hogy nincsenek pénzügyi nehézségeik, és az, hogy nagyon nehezen, azt ott csak kb. 5% mondja, míg Magyarországon közel 20% mondja azt, hogy nagyon nehezen jön ki a pénzéből. Tehát itt tényleg nagy a különbség két ország között.
Hogyha Európát, egész Európát nézzük, az ez érdekes, érdekes ábra, igazából van három szinte egyenlő oszlop, tehát egész Európában körülbelül ugyanolyan arányban mondják azt, hogy nehézségekkel viszonylag könnyen vagy könnyen jönnek ki a pénzből a idősödő emberek, és ha nagyon nehezen, azért az kevesebben. Tehát itt azért látványos az eltérés. Ugye Magyarországon azért sokkal rosszabb a pénzügyi helyzete az idősödő lakosságnak. És hát, hogy ez rengeteg kérdés felvet, hogy ennek mi az oka. Ugye ez egy ilyen egyszerű ábráról nem lehet kirajzolni, de ugye lehet a alacsony nyugdíjak, vagy az is szempont lehet, hogyha még kevesebb pénzügyi támogatást tudnak a családtagok egymásnak nyújtani. Hát is sok magyarázat lehet erre. És ami talán megnyugtató, hogy életkor, korcsoportok szerint nincsen eltérés. Tehát nincs az, hogy például a legidősebbek nagyobb arányban mondanák azt, hogy nagyon nehezen jönnek ki a pénzükből. Nincs itt a kisebb eltérések van, de az nem érdemi, mert hát ugye azért van az a jó kis adatban. Tehát alapvetően nem látjuk azt szerencsére, hogy idősödéssel rosszabb anyagi helyzetbe kerülnének a válaszadók Magyarországon. Teljesen más típusú kérdés, amire azt gondoltam, hogy önöknek érdekes lehet, hogy részt vett az elmúlt 12 hónap tanfolyamon vagy továbbképzésen, és ebben, ami most önök részt vesznek, ez beleszámítana. Tehát, hogyha netán egyszer megtalálja önöket egy ilyen share adatfelvevő, akkor mondják, hogy igen, önök részt vesznek, egy picit nyomjuk feljebb ezt az igen válaszadók arányát, tehát nagyon kevesen mondják azt, tehát ez nem is tudom mennyi, nem tudom, 3% talán. Tehát nagyon kis arányban mondják azt, hogy bármilyen képzésen részt vettek volna 2017-ben. És hát itt azért annyira nem vagyunk lemaradva. Tehát ez most az ilyen jellegű kezdeményezéseknek köszönhetően út fel remélhetőleg azért az, hogy az idősebb 50 év feletti emberek is vegyenek részt képzéseken, tanfolyamokon. Tehát Ausztriában is ez csak olyan 10% körül van. Európában is a 10% körül, tehát itt nem nagyon nem maradásunk. Tehát ez azt jelenti, hogy egész Európában kell, vagy hát szükséges, vagy megfontolandó tenni valamit azért, hogy az 50 év feletti lakosság is folyamatosan tanuljon, tanulhasson. És azt látjuk, hogy ezt korcsoportokra bontjuk meg, hát itt van egy ilyen érdekes mintázat, de igazából az látszik, ez azért nem meglepő, hogy 75 év felettiek körében ez már egészen nullához közelített, alig mondja valaki, hogy részt vett képzésen, és hogyha valaki mondja, hogy részt vett, akkor ő nagyobb valószínűsége az 50-64 év közötti lakosság. Ezzel szerettem egy általános képet adni, hogy hogyan is élnek a 50 év felettiek Európában és Magyarországon. Nyilván érzik, hogy ez tényleg csak ilyen betekintést, tehát csak ilyen morzsákat tudok mutatni abban a rengeteg eredményből, ami nekünk rendelkezésünkre áll. De most szeretnék áttérni egy másik témára, ez a szociális háló, vagy társadalmi háló, tehát hogy milyen kapcsolatrendszerük van a 50 év feletti lakosságnak. Ez azért fontos, mert ez azért az általános jólétnek egy fontos eleme. És hát ez sokféleképpen lehet mérni, de azért nem egyszerű megmérni ugye a kapcsolatot, mert ugye mi csak egy emberrel beszélünk, nem látjuk azt, hogy mekkora a család vagy a baráti közösség. De azért próbáljuk így kideríteni kérdésekkel, hogy mégis milyen kapcsolathálóval rendelkeznek a 50 év felettiek. Tehát itt Magyarországon, tehát van egy olyan kérdésünk, itt azért leegyszerűsítettem, nem próbálom, hogy azért hogyan kérdezzük, de lényegében ez arról szól, hogy hány olyan ember van, akivel meg tudja beszélni a fontos dolgokat 2019-ben, és ezt most hangsúlyozom, hogy ez a hetes, ez nem azt jelenti, hogy mindenki hét ilyen ismerős lenne, de ez a 7 plusz, tehát 7 vagy annál több, csak nem fért volna ide szépen ide az ábrához, tehát ez nem valami furcsaság, hogy pont 7 ismerősünk lenne, hanem 7 vagy annál több. Ez igazából úgy kérdezik meg a kérdezőbiztosok, hogy megkérdezik, hogy van olyan ember, akivel ön meg tudja beszélni a fontos dolgokat. És akkor válaszadom, mond valamit, hogy igen, van, vagy nincsen. Hogyha azt mondja, hogy nincsen, akkor itt ez a blokk véget is ér. Hogyha azt mondja, hogy igen, van, akkor megkérdezünk további kérdéseket erre a személyre vonatkozóan, majd utána megkérdezünk, hogy van-e más valaki,
akivel szívesen megbeszél a dolgot. És akkor ez így megy tovább, a kérdező biztos rögzíti a válaszokat, és azt hiszem 10-10-nél leállt azért nem, hogy ne egy egész napot töltsenek a beszélgetésnél, azt hiszem maximum 10-et enged ez a kérdező program megkérdezni, de hogy így gyűjtjük össze, hogy akkor hány ilyen közeli kapcsolat van. És ugye könnyen, mert hogyha most, tehát itt képzeljük, hogy megkérdezik önt, hogy hát hány olyan ember van, akivel meg tudja beszélni a fontos dolgokat, tehát erre így, én biztos, hogy nem tudnék válaszolni. De hogyha megkérdezik, hogy van-e olyan, akkor elkezdem mondani, hogy hát igen, a férjem, a édesanyám, stb. És elkezdem sorolni, és akkor úgy szépen kiderül, hogy akkor nem tudom, csak három embert tudtam felsorolni, vagy sorolnám napokon keresztül, hogy mennyi mindenkivel tudok megbeszélni fontos dolgokat. Tehát így azért ki lehet deríteni azt, hogy valaki magányosan él, vagy pedig van egy kiterjedt kapcsolathálója. Na, hogy hasonlítunk ebben? Európához, most Ausztriát már nem rajzoltam ki azért, hogy ne raboljam a időket, itt egyébként olyan nagy eltérések nincsenek Magyarország és Ausztria között, azért sem hoztam arra ábrákat. Tehát, hogy megnézik, egészen hasonló ez a mintázat Európához, tehát ott is ez a 7 plusz, a 7 vagy annál több az kiugrik. Kicsit nagyobb arányban van, aki azt mondja, hogy egy ismerősebb van, de nagy eltérések nincsenek. Tehát így hasonlók vagyunk Európa többi országához. Ahogy így lépegetünk az ismerősök között a kérdés során, akkor megkérdezzük, hogy milyen kapcsolat fűzi az épp említett személyhez. Tehát itt ezen az ábrán azt mutatom, hogy az első említett személlyel való kapcsolat micsoda, és itt van egy hosszú lista, amiből aztán a kérdező biztos bejelöli, hogy milyen kapcsolat említette. Azok a leggyakoribbakat soroltam fel, tehát házastárs, testvér, gyermek, barát, de lehet a szomszéd, unokatestvér, szülő, nagynéni, nagybácsi, stb. Tehát nagyon sok válaszadás van, de válaszadási lehetőség van, de ugye azok ritkábbak. Tehát akit elsőként említenek a válaszadóink, tehát szinte mindenki esetén az vagy egy házastárs, vagy egy gyermek, és azért nem elhanyagolható mértékben említenek testvért és barátot. Tehát ez az, akit elsőként említünk, hogy kivel tudjuk megbeszélni a fontos dolgokat. Hát ez is hasonló Európa átlagához, tehát nem vagyunk mi ebből a szempontból furcsák, hogy házastársa vagy gyermekünkkel beszélnünk meg elsősorban a fontos kérdéseket. És akkor lehet tovább lépni, tehát az első közeli kapcsolaton túllépünk, akkor nézzük a másodikként említett szemét, hogy kit említenek jellemző a másodiknak. Hát itt kimagasló arányban a gyermeket említik, tehát elsőként nagy többségben a házastársak, másodikként nagy többségben a gyermeket. Egy gyermeket említenek, ez is nagyon hasonló az európai mintázathoz. Picit azért az látszik, hogy az európai átlagban kicsit nagyobb arányban azért megjelenik a második fontos kapcsolatként a barát. Ott majdnem 20%, Magyarországon az inkább csak 10%. A harmadiként említett személlyel való kapcsolatot Magyarországon az még mindig nagy többségében gyermek, tehát értem, hogyha több gyermek van, akkor elsőként említettem meg a férjemet, aztán másodikként az egyik gyereket, harmadikként a másik gyereket, stb. És itt is azért ez továbbra is azért hasonlít Európához, tehát ott is jellemzően a harmadik legfontosabb személy az még egy gyermek, de itt még inkább látszódik, hogy Európában a barátoknak a szerepe nagyobb, mint Magyarországon. Azért nem hatalmasak ezek a különbségek, de ez azért, mint hogy azt sugalná, hogy Magyarországon egy picit erősebbek a családi kapcsolatok, és picit gyengébbek a baráti kapcsolatok, mint általában Európában, és hogy Ausztriához hasonlítjuk, akkor picit még erősebbek ezek az eltérések. Azért nincsen drasztikus különbségek, csak mint egy kicsit a családi kapcsolatok nálunk fontosabbak lennének. Sok mindent kérdezünk, tehát csak néhány példát hoztam, de megkérdezzük azt is, hogy mennyire érzi közel állónak ezt a említett szemét. Nyilván nem így szól a kérdés, nagyon-nagyon furcsán hangzol, hogyha úgy kérdezni meg, hogy mennyire érzi közel állónak az elsőként említett szemét. Tehát ilyenkor mindig rákérdezni, tehát hogyha elsőként nem tudom, a férjét említette, vagy a feleségét, akkor megkérdezzük, hogy mennyire érzi közel állónak a feleségét, vagy gyermekét, testvérét, stb. És akkor itt van négy válaszlehet, és nem nagyon valamennyire, nagyon lehető legközelebb. Tehát látszik, hogy ez a döntő többség azt mondja, hogy lehető legközelebb. Az látszik, hogy Magyarországon ez az arány, ez magasabb, mint Európában. Hogyha jobban megy Magyarországon, az 80%, Európában hát olyan 60% alatt van, csak hogy azt mondták, hogy tényleg a lehető legközelebbi kapcsolat fűzi
elsőként említett személyhez, aki jellemzően egy házastársaság. És akkor megkérdezik, hogy a második személynél, ugye ez tipikusan egy gyermek, itt azért már kisebb arányban mondják azt, hogy lehető legközelebb, Európához hasonlítva azért itt is megmarad az eltérés, hogy Magyarországon azért inkább mondják azt, hogy lehető legközelebbinek érzik, Európában kicsit kevésbé mondják azt, és a harmadik két említett személynél. Ugye látjuk, hogy azért egyre lejjebb megy ez a lehető legközelebb osztály. Tehát valakit már csak harmadikként említettem, vagy negyedikként, akkor az a kapcsolatnak a szorossága az úgy fokozatosan gyengül. Tehát itt látszik, hogy már kevesebben mondják azt, hogy ez a személy hozzám a lehető legközelebb áll. És itt mert hasonló Európában egy picit alacsonyabb ez a lehető legközelebbi kapcsolat. És az érdekes még talán itt, hogy amikor a kérdező biztos végez ezzel a kérdéskörrel, akkor a végén mindig föl kell jegyeznie, hogy volt-e bárki más jelen, amikor ezeket a válaszokat adta. Mert hogyha mondjuk jelen van a házastárs, akkor gondolhatjuk, hogy nem nagyon mondjuk azt, hogy hát egyáltalán nem áll ő hozzám közel, tehát azért az befolyásolhatja a válaszokat. Én ezt most ezen az ábrákban nem vettem figyelembe, de amikor még kutatást végzünk, akkor ezt fontos figyelembe venni, hogy jellemzően jelen volt-e mondjuk a házastárs vagy a gyermek, vagy sem. És egyébként vannak olyan kérdések, amik tényleg érzékenyebb kérdések, így a házastársi viszonyról, hogyan éli meg a társas kapcsolatait, akkor, hogyha a körülmények engedik, akkor meg szokták kérni, hogy a házastárs hagyja el arra az időre a szobát. De ez persze nem mindig lehetséges, hogy ez egy egyszobás lakás, vagy nem tudom, folyamatos gondozást igényelő beteg van jelen, vagy tehát nem mindig kérhetjük meg, de hogyha lehet, akkor azért meg szoktuk kérni. Na és akkor van ez egy ilyen záró kérdés ebben a kérdésblokkban, az, hogy összességében mennyire elégedett ezekkel a kapcsolatokkal, tehát ezekkel az, amiről az elmúlt időben beszélgetett a kérdező biztos a válaszadóval, és akkor itt is egy 0-tól 10-ig terjedő skála van. Itt azért hiányzik az 1-es és a 2-es, mert hogy Magyarországon senki nem jelölte azt be. Tehát itt kiugróan magas a 10-est mondok arány. Tehát, hogy elégedettek az a 50 év feletti emberek Magyarországon a kapcsolataikkal, és ebben jobbak vagyunk, mint a átlag Európa. Tehát összességében Magyarországon elégedettek a szociális hálójukkal, elégedettebbek a szociális hálójukkal az 50 év feletti emberek, mint Európában. Tehát azért van a pozitív módja. Tehát láttuk, hogy meg a pénzügyi helyzetünk rosszabb, de legalább van egy családi vagy néha baráti kapcsolat, ami viszont azért erősebb. És ugye az összjólétet azért mindegyik befolyásolja, tehát ugye a pénz az fontos, de nem csak az kell a boldogsághoz, hanem az is, hogy meg tudjuk valakivel beszélni a panaszainkat vagy örömeinket, tehát ez tehát társadalomtudósként ez fontos ezt is látni, hogy a kapcsolatháló jónak tűnik, tehát nincsenek jelentős problémák ebből a szempontból Magyarországon. Most lezárom ezt a kapcsolatháló témát, és akkor egy kicsit más téma, ami közelebb áll az én saját kutatásomhoz, ezt azért hoztam el az előadásba, de csak nagyon keveset fogok most róla beszélni. Ez az, hogy az egészségi állapot hogyan befolyásolja az életkörülményünket és a jólétet Magyarországon és Európában. Hát ez olyan, hogy erről egy napokat tudnék önöknek beszélni. Tehát itt ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés, ugye csak hogyha te belegondolok, hogy az egészségi állapot hát nyilván az befolyásolja azt, hogy érezzük magunkat, tudunk-e még dolgozni, járni, vagy nem tudunk, tudunk-e másoknak segíteni, vagy sem. De ugyanakkor az, hogy hogyan élünk, tehát hogy dolgozunk-e még, vagy sem, vagy eljárunk előadásokra, vagy sem, az meg befolyásolja az egészségi állapotunkat. Tehát ez egy kétirányú összefüggés van, és ez pontosan beazonosítani, hogy mi befolyásol mit, ez nem egy egyszerű kérdés. Tehát ezzel a felvezetővel most, amit én önöknek mutatok, ez egy kicsit más típusú ábra, de rögtön elmondom, hogy mit is láthatunk ez az ábrán. Az azért fontos, hogy ez tényleg csak egy kicsi betekintést tudok csak adni ebbe a kérdésbe. Tehát nagyon sokféle kimentet lehet nézni, de most olyan ábrát hoztam itt elsőként önöknek, ahol
Azt nézzük meg, hogy több kérdése is körbe járjuk, hogy van-e valakinek valamilyen tartós betegsége, és ez tágabban értelmezve magas vérnyomás, és beletartozik a tartós betegségbe, vagy magas vércukorszint is, tehát ez azért lehetnek viszont enyhébb betegségek is. Tehát megkérdezzük, hogy van-e tartós betegsége, és megkérdezzük azt is, ettől függetlenül, hogy milyen gyakran érzi ön magát magányosnak. És a magányosság kérdésére három válasz lehetőség van, az, hogy gyakran, időnként vagy soha. És akkor itt arra vagyunk kíváncsiak ez az ábrán, hogy akiknek van valamilyen egészségi problémájuk, ők vajon magányosabbak-e, tehát elmagányosodnak-e az a egészségi probléma miatt, vagy akik magányosak, ők betegebbek-e, és igazából nem látunk érdemi különbséget. Tehát itt a baloldali blokk, azok, akiknek van valamilyen betegsége, a jobb oldali blokk az, akinek nincsen betegsége, és akkor látjuk, hogy a zöld mutatja azt, aki gyakran, tehát azt mondja, hogy ő gyakran magányosnak érzi magát. És az azért szerencsére kevés. Mindkét csoportban 10% alatti. És ez a lilás oszlop mutatja azt, hogy soha nem érzi magát magányosnak, tehát ez jó, tehát ugye az nagyon fontos, hogy idősebb korban sem magányosodjanak el az emberek. És tehát szerencsére azt meghatjuk, hogy mindkét csoportban azért a többség azt mondja, hogy soha nem érzi magányosnak. Azért van ez időnként azért nem elhanyagolható mértékben, ott van mindkét csoportban, de ami ebből fontos, hogy ez a leegyszerűsítő elemzés alapján úgy látjuk, hogy ez nem függ össze a betegséggel. Tehát semmiképpen sem látunk arra utaló jelet, hogy akik betegebbek, ők elmagányosodnának, akár a betegségük miatt, mert hogy nem tudnak elmenni meglátogatni a gyermeküket vagy unokájukat. Tehát erre utaló jelet nem látunk. És egy másik vonat, aspektusa ennek a betegség kérdésnek az, hogy függ össze a betegség a pénzből való kijövéssel. Ez egy kicsit furcsa hangzik, de ugye erről a kérdésről már beszéltem önöknek, ez a pénzből való kijövés. Ugye ott négy válasz lehetőség volt, hogy ez a nagyon nehezen, nehézségekkel viszonylag könnyen. És akkor most, hogy megnéztük a két csoportban, tehát a betegek és a nem betegek között, hogy van-e eltérés. Tehát ez egy picit nehéz értelmezni ezt az ábrát, de itt is az a lényeg, hogy nincsen igazán érdemeltés. Azért vannak kisebb eltérések, az a betegek körében azért valamelyest magasabb arányban mondják azt, hogy nagyon nehezen vagy nehézségekkel. Nehézségek vannak a pénzből való kijövésre. De azért nem óriásiak az eltérések. Tehát azért, tehát kicsit átfogalmazva, azért a betegek körében azért kicsit nagyobb arányban vannak szegények, a szegénység nagyobb arányban megjelenik, de tehát összességében általában nem óriásiak az eltérések. Persze, ez teljesen egy kicsi betekintés ebben, tehát itt nagyon fontos aztán megnézni betegségtípusok szerint. Tehát ahogy mondtam, nem mindegy, hogy valaki mondjuk egy jól kezelt magas vérnyomása van, vagy pedig mondjuk már egy ágyban fekvő beteg, tehát itt azért fontos eltérések vannak a betegségcsoportok szerint. Tehát ez csak egy ilyen összkép, hogy összességében nincsen jelentős eltérés a pénzügyi lehetőségekben. Zárásként szeretném néhány eredményt mutatni ezekből a telefonos kérdőívekből. Tehát említettem, hogy amikor a koronavírus járvány elkezdett felfutni, úgy akkor le kellett állítanunk ezt a szokásos, alapos, sok mindenre kiterjedő kérdőívet, és akkor át kellett állnunk egy telefonos kérdőívre, aminek azért az előnye meg volt, hogy akkor több betekintést kaphattunk arra vonatkozóan, hogy a Covid-járvány milyen hatásokkal volt az 50 év feletti lakosságra, és itt most nem arra voltunk kíváncsiak, hogy azt is megkérdezzük, de hogy konkrétan betegség érintette őket, tehát hogy megbetegedtek-e vagy sem, hanem inkább, hogy hogyan élték meg ezt a, tehát nem tudom én, ez a felfordulás, vagy a világnak a hirtelen megváltozását. Itt is azért van sok érdekes kérdés, néhányat hoztam, amit számomra érdekes ennek tűnt, és remélem, hogy önöknek is érdekes. Tehát ez a kérdés, amit most mutatok, ez arról szól, hogy lemondott-e ön orvosi kezelésről attól félve, hogy elkapja a koronavírust. Nem tudom, önöknek volt ilyen tapasztalatuk, de azért lehetett hallani, vagy lehetett olvasni, vagy a tévében hallani, hogy kórház, tehát hogy van, aki valamilyen betegség, koronavírustól teljesen független betegség miatt
került kórházba, vagy kellett elmennie rendelőbe, és aztán ott kapta el a koronavírus. Tehát ez azért egy valós félelem volt, főleg még az oltások elérése, elérhetővé válása előtt, az, hogy egy kezelés által kapja valaki a koronavírust. Ebből kifolyólag tettük fel ezt a kérdést, és az a mi válaszadóinknak körülbelül a 20%-a, tehát minden ötödik válaszadó mondta azt, hogy igen, ő nem mondott valamilyen kezelést, ami annak érdekében, hogy ellene kapja a koronavírust. Ami ugye egyrészt jó, másrészt viszont ez azt jelenti, hogy akkor volt valami olyan betegség, ami kezelést igényelt volna, de nem került ellátásra, vagy halasztódott. Hát ez Európában egészen hasonló. Kicsit kisebb arányban mondták összességében azt, hogy nem mondtak valamilyen kezelésről, de nem számott ebből az eltérés. Hasonló volt ez a probléma Európában, Európa többi országában, mint Magyarországon. Egy kicsit vidámabb kérdés, vagy előremutatóbb kérdés, az a internet használatra vonatkozott. Tehát megkérdeztük, hogy a koronavírus megjelenése óta használta a válaszadónk az internetet, és igazából bármire, tehát e-mail írásra, információkeresésre, vásárlásra, bármi egyébre legalább egyszer. És 50 év feletti válaszadók, és Magyarországon hát kicsit több mint 40% mondta azt, hogy igen, használta az internetet. Ugye itt azért nagyon jelentős életkori eltérések vannak, de azért ez nem olyan rossz arány. Tehát majdnem válaszolítom, majdnem a fele azt mondta, hogy tudta használni az internetet, és nem vagyunk sokkal rosszabbak Európánál. Tehát Európában 60%-ot közelíti, aki azt mondta, hogy igen, használta az internetet, nálunk 40% körüli. Tehát itt nincs nagy lemaradás, de nyilván azért az lenne a jó, hogyha minél nagyobb arányban használnák az 50 év feletti emberek az internetet, ha másra nem, akkor kapcsolattartás vagy információkeresésre. Utolsó ábráimnak a egyike, ezt 2021 nyarán kérdeztük meg. Feltettünk egy kérdést, ami úgy szólt, hogy mit vár ön a legjobban, mint a koronavírus lecsendesedése után csinálna majd. Ezt telefon kérdezzük meg, sokféle választ kapunk, tehát valaki rögtön mondta, hogy nem tudom, nagyon várja, hogy meglátogathassa az unokáját, vagy elmehessen egy előadásra, de remélem önök ezt mondanák, vagy tehát sokféle választ kaptunk, és ugye igazából minket kutatókat ez tehát olyan nem érdekli, nyilván érdekli, de konkrétan az nem érdekli, hogy mit vár, hanem minket az érdekel, hogy mondott-e valamit. Tehát, hogy rögtön mond-e valamit, és ezt kategorizáltuk be, tehát hogy igen, rögtön mondott valamit, vagy gondolkodott, hezitált, de aztán végül valamit mondott, hogy ez azért itt a kérdező biztos úrnak van feladata, hogy el tudja dönteni, hogy melyik kategóriába tartozik, és igazából ami rossz hír, hogyha valaki semmit nem tudott mondani. Tehát az ugye egy rossz mentális állapotra, vagy egy rossz ideg állapotra utalja, hogy valaki semmit nem tud mondani, hogy ő bármit várna. És hát itt Magyarországon, ugye ez 2021 nyarán volt, akkor erre a kérdésre a válaszadóinknak körülbelül a fele mondott rögtön valamit, hogy ő vár valamit. Tehát rögtön adott egy példát, hogy mit vár, és azért ez viszonylag nagy arány, majdnem minden ötödik válaszadónk nem mondott semmit, amit várna. És itt Európához képest viszont sokkal rosszabbak voltunk. Tehát Európában majdnem 80% rögtön mondott valamit, hogy mit vár a koronavírus után, ugye Magyarországon ez csak ilyen 50% körül volt. Tehát összességben a 2021 nyarán a magyar idősödő lakosságnak ugye jövőképe rosszabb volt, mint Európában. Ugye abban bízunk, hogy ez derül majd ki a most folyó kutatásokból, a későbbi kutatásokból, hogy reméljük, hogy ennek nincsen tartós hatása az általános jólétre, tehát abban bízunk, hogy ez csak egy ilyen átmeneti, rosszabb pszichés állapotnak volt a letükröződése, és reméljük, hogy ez visszatér. Tehát egy pszichés állapot az visszatér a koronavírus előtti időkre, de ugye ez csak akkor derül, mert hogyha meg lesznek az újabb adataink.